Köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi kedves nézőjét. Stúdiónk mai vendége Szepesi Tibor, Karcag város polgármestere. Jó estét kívánok! Polgármester úr, köszöntöm itt a stúdióban. Egy évértékelő interjúra invitáltuk, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Ilyenkor év végén mindig visszatekintünk és számadást végzünk, hogy a mögöttünk álló esztendőben mi mindent sikerült elvégezni azok közül, amelyeket januárban mindig magunk elé célul tűzünk. Tekintsük vissza erre az évre. Az önkormányzat, a képviselőtestület milyen feladatokat, milyen célokat tűzött maga elé 2023. januárjában? Kezdjük ott, hogy nagyon nehéz volt a 2022-es év, hiszen óriási változásokat hozott az egész világ életében. Ugye tudjuk, hogy a Covid-járvány után a kitörő háború, az elszabaduló energiaárak azért megviseltek minden önkormányzatot, és nyilvánvalóan minden háztartást is megérezte ezt az önkormányzat, illetve az önkormányzat intézménye is. Emiatt a legfontosabb az volt, hogy egy olyan stabil költségvetést tudjunk összeállítani, egy olyan tervvel tudjunk elindulni, amely lehetővé teszi, hogy be tudjuk fejezni az elkezdett beruházásokat, tudjuk működtetni az intézményeket, és lehetőleg azon a szinten és színvonalon tudjuk működtetni, amelyet megszokott a város lakossága. Cél volt az, hogy ne szűnjenek meg munkahelyek, tehát tudjuk tartani azt a biztonságot a lakosság érdekében, amelyet megszokott. És hát nyilvánvalóan ugye azok a fejlesztések, amelyeket elkezdtünk, azok is megérezték az energia áremeléseket, megérezték a különböző anyagáremelkedéseket, tehát mindenképpen szükséges volt, hogy egy olyan költségvetés legyen összeállítva, nem csak az intézmények és az egész város életében, hanem a pályázatok miatt is, amelyek biztosítják azt, hogy be tudjuk fejezni, stabilan be tudjuk fejezni a megkezdett beruházásokat, hiszen az is nyilvánvaló volt, hogy 2023. december 31-én záródnak azok a pályázati lehetőségek, amelyek egy 7 éves ciklus végét jelentik. Tehát mindenképpen kellett és kell az, hogy ezek a munkák elvégzésre kerüljenek, át legyenek utalva az ehhez szükséges források, és hát nyilván a város lakossága érdekében kerüljenek is átadásra, hogyha lehetséges. Említette a pályázatokat, illetve a költségvetést, és ugye a költségvetést nagy mértékben tudják támogatni a pályázati források is. A 2023 évben milyen pályázati lehetőségekkel tudott élni a város? Elsősorban azokat a pályázatokat kellett befejeznünk, amelyek elkezdődtek 2020-ban, 2021-ben, vagy akár még hamarabb is, hiszen tudjuk, hogy egy pályázat nem néhány hónap alatt kerül lebonyolításra, hanem a kiírástól kezdve, ugye azt meg kell pályázni, tervezni kell, műszaki terveket kell, gazdasági terveket kell készíteni, utána ezeket felül kell vizsgálni, aztán elbírálják a pályázatot, kezdődik a megvalósítási időszak, ami újabb jogi hercehurcával járhat, hiszen a közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni, közben ugye figyelni kell az áremelkedéseket, itt a különböző gazdasági tényezőket, és aztán lehet megkezdeni a megvalósítást. Egy pályázat életében maga a megvalósítás mindig a legrövidebb, és akkor még nem beszéltünk a zárásról, ahol különböző papírmunkákat kell végezni. Tehát van olyan pályázat, amely 2016-17-ben kezdődött, és 2022-23-ban került lezárásra. És van olyan, amely 2022-ben bár fizikailag befejeződött, de az utó élete, az utó munkája, az elszámolások 2023-ra kerültek áthúzódásra. Tehát itt említhetném a Városgondnokság épületétől a fedett piactérig, ezek mind-mind most kerültek lezárásra, és most kerültek természetesen lezárásra, kerülnek lezárásra azok a pályázatok is, amelyek egy kicsit később indultak el. Itt a különböző intézményi felújítások, a bölcsöde felújítása, az energetikai pályázatok, a szociális otthonnak a konyha pályázata, és hát még sorolhatnám hosszú-hosszú ideig, nagyjából egy 28-30 pályázat az, amely ebben az időszakban a városban került megvalósításra. Ebben vannak nagyobb, több százmilliós beruházások, és vannak kisebb beruházások is, illetve vannak olyan kulturális életet befolyásoló pályázatok, amelyek nyilvánvalóan rendezvényekhez kapcsolódtak, de ennek a ciklusnak az életét segítették.
Ugye ilyen volt például a szociális városrehabilitációs pályázat, amelyben ugyan volt útépítés, de voltak benne olyan szociális programok, amely különböző zöldítéseket és egyfajta szociális programokat jelentettek. Ahogy sétálunk a városban, jártunkba, keltünkben, felfedezzük, hogy számos beruházás valósult meg. Szépül, fejlődik, épül Karcag. Melyek azok, amelyeket kiemelne ebben az évben? Nyilvánvalóan a legnagyobb pályázatok azok, amelyek látványosan befolyásolják a város arculatát, vagy a következő évek, évtizedek lehetőségeit. Ugye itt azért mindenképpen meg kell említenünk a bölcsöde fejlesztéseket, amelynek egy része befejeződött a Varró utcán, egy része pedig ütemesen és rohamosan, látványosan formálódik, ugye a Vasútút és a Széchenyi Sugárút kereszteződésében, de említhetem azt a barnamezős beruházást, amely a Liget arculatát határozza meg, a Milánói Pavilon, a Sámándobbal együtt, a Rónai Malom és azok a játszótér és zöld fejlesztések, amelyek egy gyönyörű szép parknak a kivitelezését eredményezték, és ott valósul meg mellette az a sportkomplexum projekt is, amely több sportnak sokkal több lehetőséget és egy egész kistérségi mozgásteret fog biztosítani. Remélhetőleg a következő időszakban nagyon-nagyon sok fiatal, és nem csak fiatal, hanem örök fiatal mozgás lehetőségeit segítve. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a legnagyobbak, amelyek azonban nem csak a szabadidőt érintik, hanem valóban a város lakosságának a élhetőbbé, a város élhetőbbé tételét biztosítják. Ugye ezek elsősorban a csapadékvízelvezetési pályázatok, az útfelújítási pályázatok, hiszen ez szinte mindenkit érint. Ugye most a katolikus város részben zajlik a csapadékvízelvezetési projekt. Én köszönöm szépen az ott lakóknak a megértését, hogy a lakossági fórumon is többször átbeszéltük. Ez is egy olyan pályázat, amely lehetőséget nem szabad volt elhalasztani az önkormányzatnak, elszalasztani. Mindenképpen szükséges volt, hogy elvégzésre kerüljön. De hát ugye erre is az időszak vonatkozik, ami egy gyors befejezést kell, hogy eredményezzen. Nyilván itt a helyreállítás fog átcsúszni a következő időszakra, de elvégzésre fog kerülni mindenképpen. És hát ugye folytatjuk ezt a fajta pályázati lehetőséget, hiszen azzal együtt, hogy zárul az előző 7 éves, 23-ban elindult a következő 7 éves pályázati ciklus, amelynek eredménye többek között a Szimovodának a tetőfelújítása, ennek eredménye azok az aszfaltozások, amelyek már elkezdtek az Ady Endre utcán például, vagy a Deák körút felújításra, és ezek fognak majd a következőkben is folytatódni a Zöldfa úton, illetve azokon a területeken, amelyeket már előzetesen bejelentettünk. Ugye ilyen nagy aszfaltozás volt, és talán a legnagyobb a város életében, ha mondhatom ezt, az a külterületi útpályázat, amely a Zádorhídnak a megközelítését teszi lehetővé. Ugye egyfajta mezőgazdasági célokat és érdekeket is szolgál, de egy olyan turisztikai fejlesztés, hiszen a Zádorhíd került gyakorlatilag a város vérkeringésébe, turisztikai lehetőségei közzé bekapcsolásra, amely vélhetően a gyógyfürdő fejlesztéssel, a Sámándob megnyitásával, vagy a sportkomplexum elkészültével egy további turisztikai attrakció lehetőségét biztosítja, hiszen elérhető lesz kerékpárral, akár gyalogosan, futva. Tehát én azt gondolom, hogy ezek azok a lehetőségek, amelyekben mindenképpen gondolkodnunk kell. És ha még egy kitekintést teszünk, akkor ugye ezek nagyon-nagyon fontos fejlesztések, nem győzöm hangsúlyozni, mind a turisztikai szabadidő, mind pedig a város élhetőbbé tételének a fejlesztése, az útfejlesztések, illetve a csapadékvíz elvezetés. De a másik nagyon, és talán nem is a másik, hanem az elsődleges, az a város megtartó erejének a fejlesztése, amely mindenképpen egyfajta ipari fejlesztést kell, hogy vonjon maga után. És ennek nagyon jó példája a nem sokkal átadásra kerülő ipari parki fejlesztés a Vágóhíd úton, ugye az is a végéhez közeledik. Bár nem önkormányzati pályázat és nem önkormányzati fejlesztés teljes egészében, hiszen a megyei közgyűlés, a vármegyei közgyűlésen keresztül valósul meg ez a projekt, de egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy azok a betelepülni vágyó kis és közép vállalkozások megtalálják a lehetőséget, megtalálják a telephelyet,
és itt maradjanak a városban. Látjuk, hogy a mezőgazdaság is átalakul, teljesen más irányt kell, hogy vegyen, ugye erről nem olyan rég egy fazekas miniszter úr beszélt. Látjuk azt, hogy a helyben megtermelt terményeknek egyfajta feldolgozó iparát kell megteremteni minél közelebb, hiszen a piacra jutásnak ez a legnagyobb esélye, hogy megtermelni és rögtön feldolgozni és új piacra vinni. Ehhez pedig telephelyekre van szükség, ezt próbáljuk kínálni ezzel az ipari parki fejlesztéssel. Polgármesterről beszéltünk már a költségvetésről. Ön hogy értékeli, hogyan sikerült teljesíteni a 2023-as költségvetést, illetve most van az az időszak, amikor a következő év, a 24-es költségvetés tervezési időszaka van. A következő évben melyek lesznek azok a fontos célok, célkitűzések, feladatok, amelyek a költségvetésnek a gerincét képezik? Igazából nem változtak a prioritások, ha a végéről kezdhetem a kérdés megválaszolását. Még mindig az a legfontosabb, hogy meg tudjuk védeni a munkahelyeket, és azt a színvonalat tudjuk biztosítani az intézményeinkben, amelyet megszokott a város lakossága. Tehát egy stabil, kiegyensúlyozott költségvetésre van szükség, amely azt feltételezi, hogy minden önkormányzati dolgozó, minden intézményi dolgozónak egy kicsit oda kell figyelni azokra a feladatokra, amelyeket végez, és ez egyébként maximálisan megtörtént, tehát a lehetőleg szigorúbb költségvetés mellett tudtuk hozni ezt a színvonalat 2023-ban. És ezt nagyon köszönöm valamennyi önkormányzati és önkormányzati intézmény dolgozójának. Ugyanez a feszített költségvetés fogja jellemezni a 2024-es évet is. És hát nyilván ezzel megválaszoltam a 23-as évre vonatkozó kérdést is, hiszen egy nagyon odafigyelős, nagyon spórolós költségvetés volt, egy nagyon kifeszített költségvetés, de sikerült hoznunk azokat a sarokszámokat, amelyeket elterveztünk. Tehát én bízom abban, hogy bár még ezután következik a végleges zárása a költségvetésnek, de bízom abban, hogy nagyon jó és egy kiegyensúlyozott évet tudunk zárni, ami nem jelenti azt, hogy könnyű volt, és nem jelenti azt, hogy könnyű lesz, de bízom abban, hogy a 2024-es év egy ugyanilyen stabil költségvetést fog eredményezni. Azzal együtt, hogy azok a fejlesztések, fejlődések hasonló ütemben fognak zajlani, mint ahogy zajlottak ebben az évben is. Így legyen. Számos civil szervezet működik itt a városban. Hogy gondolja a polgármester úr, fontosak ezek a szervezetek? Ha igen, akkor hogyan tudja az önkormányzat, a képviselőtestület ezekkel a szervezetekkel a kapcsolatot tartani, illetve hogyan tudják ők karcag mindennapi életét akár fejleszteni kulturális területen, akármilyen területen? Nagyon fontosak a civil szervezeteink a város életében. Ugye egyrészt láttuk azt, hogy a Covid időszak után kicsit felerősödik a közösség szerepe. Tehát nagyon fontos az, hogy mindenki tudjon tartozni egy olyan közösséghez, ahol jól érzi magát, ahol meg tudja beszélni az ügyes-bajos dolgait, ahol felszabadultan tud különböző rendezvényeken részt venni, és ahol az esetleges bánatait, szomorúságait is van kivel megbeszélni, mert hogy a Covid-nak ugye ez volt a legnagyobb negatív hatása, hogy a közösségek elkezdtek felbomlani, és ezt mindenképpen a civil szervezetek tudják a legjobban ellensúlyozni. Nagyon sok civil szervezeti rendezvényen vagyok, és hál' Istennek egyre többen kezdenek tartozni valamilyen közösséghez, és ez egy nagyon jó dolog, úgyhogy ezt én külön köszönöm a civil szervezetek vezetőségének, és hát nyilván valamennyi tagjának. A másik nagyon fontos szerepe, hogy olyan kulturális tevékenységeket is tudnak végezni, kirándulásokat, különböző kulturális programokat, hiszen nagyon sokrétű és nagyon színes a civil szervezeti palettánk. Meg tudják ismertetni a tagokkal Karcag környékét, Magyarország látványosságait, de fordítva is, hiszen Karcagot is be tudják mutatni a körülöttünk élő települések közös civil szervezeti összejövetelein,
Láttuk a Nótakörnek nagyon sok társszervezete van például, vagy az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesületnek, és még sorolhatnám a mozgássérült egyesülettől kezdve nagyon sok olyan civil szervezet van, akinek rengeteg partner klubja van, tehát ezen keresztül meg tudják mutatni Karcag szépségeit, Karcag lehetőségeit. Nem véletlen az, én azt gondolom, hogy Karcagváros önkormányzata megkapta a civil szervezetekért díjat a Nemzeti Művelődési Intézettől, hiszen folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a civil szervezeteinkkel, segítjük őket a különböző feladatok elvégzésében, és ez nem csak anyagi segítséget jelent, hanem eszközben való hozzájárulást, és hát nyilván azokat az erkölcsi elismeréseket is, amelyek azt gondolom, hogy megilletik ezeket a szervezeteket. Úgyhogy nagyon-nagyon fontosak, és én nagyon köszönöm az ő munkájukat, és azt, hogy az önkormányzat mellett állnak mindig. Polgármester úr körzeti képviselői feladatokat is ellát, hogyan értékeli, hogy a maga elé tűzött célokat meg tudta valósítani a körzetében? Igen, nagyon sok olyan feladatot elvégeztünk, és ezt beszéltük a körzet képviselőivel is, a többi képviselővel, az egyéni választókörzetek képviselőivel, ami egész városra kiterjedő fejlesztések voltak. És ebből nehéz kiemelni, hiszen a közvilágítás korszerűsítése, azok a útfelújítások, járdafelújítások, amelyek gyakorlatilag az egész várost érintették, ezek élveztek most elsősorban prioritást, de ettől függetlenül nyilván voltak olyan fejlesztések, lakossági megkeresések, amelyek kimondottan az én körzetemre vonatkoztak. Ugye itt is elsősorban az oktatási intézmények fejlesztése volt a prioritás. Ugye a Szimóvodát hál' Istennek tovább tudtuk fejleszteni, nyilván van még munkánk, tehát látom azt, hogy sok mindent kell még elvégeznünk, de azokkal a társ szervezetekkel is tudunk együttműködni, például a Kiskulcsosi iskola fejlesztésében, ugye egy gyönyörű kézilabdapálya került nem olyan régen ott elhelyezésre, és hát keressük a lehetőséget a tankerületi központtal, hogy hogyan tudjuk tovább fejleszteni a Kiskulcsosi iskolát. De játszótér került az iskola elé, úgyhogy nézzük folyamatosan. Nagyon sok olyan feladat van, amely a városközponttól való távolság miatt prioritást élvez. Ugye ebben nem mindenben sikerült előre lépni, ezt is el kell mondani, hiszen sajnálatos módon az orvosi rendelő elindítása egy óriási feladat. Keressük még mindig a megoldást, hogy hogyan tudjuk megoldani a körzetben az orvosi ellátást, illetve láttuk azt is, hogy a posta átszervezésével ugye nagyon sok postahivatal bezárásra került. Nem kezdtük még az épület semmiféle más hasznosítását, tehát keressük azt a lehetőséget, hogy esetleg egy vállalkozó hogyan tudja megtalálni azt a lehetőséget, hogy esetleg újra indításra kerüljön a posta. Egyelőre az önkormányzatnak ez meghaladja az anyagi képességeit, lehetőségeit, de ha találunk egy olyan személyt, aki ezt szívesen beindítja, akkor természetes, hogy minden támogatást meg fog kapni. Úgyhogy van még mit tenni, szerintem nagyon sok dolgot elvégeztünk, de nem dőlhetünk hátra, úgyhogy van még munkánk a körzetben is, és hát nyilvánvalóan a városban is. Jövő év nyár elején kerül sorra az önkormányzati választásokra, illetve az európai parlamenti választásokra. Hol tartanak az előkészületek itt a városunkban? Ebben elsősorban a polgármesteri hivatalt kell megkérdezni, hiszen a hivatalos előkészületek a választás miatt ugye jegyzői hatáskörbe tartoznak. Az önkormányzat nyilván elvégzi azt a feladatát, amelyet egyébként is elvégez, tehát mi csináljuk tovább a feladatainkat, fejlesztjük a várost, odafigyelünk ezekre a pályázati lehetőségekre. Én azt gondolom, hogy nem kimondottan a 2024 júniusi választásokra kell fölkészülnünk, hanem folyamatosan végezni azt a munkát, amely a városért kerül elvégzésre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezt a munkát 2024-től is tovább tudjuk folytatni.
advent időszakában vagyunk, és a város gyönyörűen fel van díszítve az ünnepi fényekkel. Minden évben egyre gazdagabb és egyre nagyobb területre kerülnek ki ezek a díszek, és a városháza előtt is mindig valami újítás történik. Ez nagyon jó dolog, hiszen az embereket vonza ide a főtérre, és máshonnan is ellátogatnak ide, hogy megnézzék ezeket a fényeket. Az idei évben mik voltak az újítások? Próbálunk minden évben fejleszteni egy picit, új díszeket vásárolni. Ugye 2021-22-ben volt egy megtorpanás, amikor a Covid és az energiaárak miatt le kellett mondanunk néhány díszről. Ezt ebben az évben már nem kellett megtennünk, úgyhogy teljes pompájában ki tudtuk világítani a városközpontot, és hát nyilván tudtunk vásárolni. Elsősorban az elhasználódott elemeket cseréltük, de ez is sokkal látványosabb, hiszen amikor pótlásra kerülnek és teljes fényében világítanak, akkor egy nagyon szép és impozáns megjelenést biztosítanak. Ilyen volt például a városháza teljes megvilágításának a cseréje, hiszen 11 néhány éves volt, úgyhogy nagyon elhasználódott, ezt is sikerült most lecserélnünk. És hát a fenyőfa okozza mindig a legnagyobb problémát, hiszen látjuk az éghajlatváltozás miatt Karcagon nem nagyon vannak már olyan fenyők, amelyek ekkora magasságba tudnak megnőni, és még életben vannak. Idén volt ugyan egy felajánlásunk, de azt már a különböző villanyvezetékek miatt nem tudtuk kivenni a helyéről, úgyhogy azt láttuk, hogy hosszú távon le kell mondanunk a városháza előtti fenyőfáról, élő fenyőfáról. Emiatt beszereztünk egy fenyőkúpot, amely azt gondolom, hogy egy nagyon szép és impozáns látványt nyújtott a jégpálya szomszédságában, hiszen idén újra el tudtuk indítani a jégpályát egy kicsit nagyobb területtel, és azt gondolom, hogy talán jobb helyen is, mint ahogy a tavalyi évben elhelyezésre került. Nagyon sokan látogatják, és ugye itt visszacsatolok az előbb elmondottakra, hogy közösséget újra kell szervezni a Covid után, és ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ott találkozzanak esténként a fiatalok, idősebbek, családok, generációk, és együtt korcsolyázzanak, vagy csak együtt tejázzanak, igyanak meg egy pohár forralt bort, és egy kicsit beszélgessenek az advent időszakában. Szerintem ez most a legfontosabb. Polgármester úr, így zárásként a képernyőn keresztül mit üzen Karcag város lakosságának? Hát egyrészt köszönöm azt a segítséget, amelyet 2023-ban kaptunk az egész képviselőtestület. Én bízom abban, hogy ezt a bizalmat 2024-ben is meg fogjuk kapni, és folytathatjuk az elkezdett munkát. Amit kívánok, az mindannyiunknak szól. Elsősorban erőt és egészséget kívánok mindenkinek. Az, hogy találja meg a számítását itt a városban, szeressen itt lenni, jöjjön vissza, hogyha valamerre el is kacsingatott valahova vidékre, jöjjön vissza, legyen karcagi újra, érezze jól magát a városba, és hát nagyon boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kívánok önnek és családjának nagyon jó egészséget, boldog ünnepeket, és hogy minden tervet tudjon polgármesterként valóra váltani. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek köszönöm szépen a figyelmet, látogassanak meg minket legközelebb is. Viszontlátásra!